Torma László vagyok, és a Graph című nyílt forrású tartalomkezelő rendszerről fogok beszélni. Egy nagyon-nagyon röviden magamról, alapvetően az FSF.hu alapítvány aktivistája vagyok, szabad szoftverekkel foglalkozom, alapvetően nem webfejlesztő vagyok, de készítettem elég sok weboldalt, az elsőt 1999-ben, és azóta úgy volt, hogy évekig nem csináltam semmit, aztán egyszer egy évemben megcsináltam 2-3-4-et, aztán megint semmit. Szóval úgy minden részét láttam a webfejlesztésnek. Tehát én még csináltam frémes weboldalt, aztán csináltam olyanokat, amik táblázatokkal voltak nagyon szépen összerakva, aztán szenvedtem a flótolással, aztán csináltam flexboxos oldalt is. Szóval olyan mindenféle technológiát láttam már. Szabad szoftverekkel egyébként 2007 óta foglalkozom aktívan, mint aktivista, de 2004 óta vagyok Linux felhasználó, és Ubuntu-val foglalkoztam elsősorban, 2008 óta vagyok Ubuntu tag. Ugye, amikor egy weboldalt készítünk, akkor a gyakorlatban nekem mostanában ami felszokott merülni kérdés, hogy WordPress legyen, vagy rakjunk össze egy statikus HTML5 plusz CSS3-at. Nyilván lenne ezer más opció is. Én ugye egészen tavaly év végéig reklámügynökségnél dolgoztam, amikor odajött egy ügyfél, akkor tipikusan ez merült föl kérdésként, hogy egyik megoldást vagy másik megoldást válasszuk ott a megoldásra. És ugye mind a kettőnek megvannak a maga előnyei és hátrányai, de mi lenne, ha találunk egy olyan megközelítést, ami valami középutat képvisel ezek közül? Olyan nincs, hogy mind a kettő előnyeit egyesíti a hátrányai nélkül, de egy olyan megoldás, hogy keresünk egy középutat. Na, ez a Graph. Tehát mi a Graph? A Graph az egy nyílt forráskódú flatfile CMS. A flatfile az azt jelenti ebben az esetben, ugye, hogy nincs mögötte adatbázis. Fájlokban tárol mindent. Ugye ez egy tartalomkezelő rendszer, mint mondjuk a WordPress, a Joomla vagy a Drupal. 2014. júliusában indult el csak a weboldala ennek a projektnek, ami már ugye a saját CMS-ükön futott. Gyakorlatilag ezt tekintetjük a projekt bejelentésének, de úgy, hogy ezt 2014. július 30-án jelentették be. 2016. novembere tájékán már megnyerte a legjobb nyílt forráskódú CMS díját, a CMS Critic nevű, ebben a iparágban mondjuk úgy a legfontosabb weboldalon. Egy hihetetlen gyorsan felfutott, nagyon hamar nagy népszerűségre szertett nyílt forráskódú projektről van szó. Ugye a nyílt forráskódú azt jelenti, hogy MIT licenc alatt van, ami egy nagyon-nagyon megengedő, nagyon-nagyon szabad licenc. Van ennek egy GitHub oldala, amit ugye most nem fogok URL diktálni, úgy lehet megtalálni, hogy beírjuk, hogy GitHub Graph, és meg fogja találni a Google. Itt egész jó adatok vannak. Tehát 3450 commit van már ebben a GitHubban, 100 release jött ki, és 91 fejlesztő dolgozott rajta valamilyen mértékben. Ez ugye, ha egy WordPress-szel nem is egy szintben van, azért ezek szép számok. Tehát ott, ahol már 91 kontribútor volt egy kódban, ott már láthatjuk, hogy az ez egy pörgős létező valami, nem egy embernek a hobby projektje, vagy nem egy háromfős baráti köré. Ami ugye nagyon érdekes ebben, hogy nincs mögötte adatbázis, mindent fájlokban tárol. Minden beállításunk fájlokban van. Ugye hát akkor ebből adódnak az előnyei is. Nem kell adatbázisokkal foglalkoznunk, nincs szükségünk a szerveren adatbázis telepítésére, hogyha mondjuk ugye vegyük a klasszikus esetet, odajön a kis ügyfél, csináljunk neki weboldalt, akkor nagyon-nagyon egyszerű dolgunk van, megy csak a weboldalt, megkapja a fájlokat, azt akármi, akár ő fel tudja tölteni a hosting cégéhez, hogyha összeveszik velünk, összeveszik a hosting cégével, bárkivel, fogja a fájlokat, átviszi egyik helyről a másikra, iszonyatosan nagy szabadságot ad, hogy nem kell azzal foglalkozzon egy laikus ember például, hogy hogyan lehet egy adatbázist exportálni egyik helyről, másik helyre importálni. Egy egyszerű weboldal, ezek iszonyatosan kényelmes dolgok. Aztán ugye ők ebből adódik, hogy nagyon-nagyon könnyen teljesíthetők a követelménye ugye szerver oldalon. Tehát ugye valamilyen webszerverre van szüksége neki, ami praktikusan egy Apache vagy Nginx lehet. Én Nginx-el raktam össze ilyeneket. Tök egyszerű az egész, nagyon-nagyon jól van dokumentálva, tehát ugye a hivatalos weboldalon tényleg minden leírásod van, hogy mit, hogyan kell csinálni, például egy server config az annyi, hogy vannak például server config fájlok, átmásoljuk, átírjuk benne azt, ami nálunk helyileg máshogy működik, és kész. Tehát ugye a WordPressről mondják azt, hogy milyen egyszerű telepíteni, na ez egyszerűbb annál. Aztán ugye felmehetünk a hivatalos weboldalra, amit most nem fogok tudni prezentálni, de nagyon szép weboldaluk van. És milyen letöltési lehetőségeink vannak ott? Letöltetünk egy core alaprendszert. Ez tényleg csak egy alap Graph oldal, amit mi magunk tudunk módosítani. Vagy létezik egy olyan, hogy core plusz az admin plugin. Tehát ugye ott az admin felület, amit például egy WordPress Drupalból ismerhetünk, egy külön pluginként van megvalósítva, de ezek léteznek egy letölthető csomagként. És végül van egy, ami abszolút ez a
versenyszíra óriási barátja lesz a Skeleton, ami gyakorlatilag egy kész weboldal. Letöltjük, kicseréljük benne a képeket, tehát mondjuk a ételeket, a szállodának a fotóira, vagy akármire, és van egy kész weboldalunk. Nagyon-nagyon gyorsan lehet emiatt vele dolgozni, mert komplett kész weboldalakat tölthetünk le, azt módosítjuk, és ki van rakva. Ami még nagyon-nagyon jó benne, hogy a effektív a tartalmakat, ami kikerülnek az oldalra, tehát mondjuk egy híreket, bejegyzéseket, történeteket Markdownban tudunk megírni. Ez egy nagyon-nagyon egyszerűsített leíró nyelv. Lényegében, hogyha azt akarjuk, hogy valami címsor legyen, rakunk elé egy kettős keresztet. Ha a kettes szintű címsort szeretnénk, két kettős keresztet, a hármas szintűt hármat. Ha felsorolást akarunk, akkor rakunk egy csillagot, space, és beírjuk az első elemet. Ugye ez a rendezetlen lista. Ha rendezett listát akarunk, akkor egy pont, valami, kettő pont, valami. Tehát gyakorlatilag majdnem úgy néz ki, mint egy teljesen normál szövegfájl, Markdown, amit írunk. Iszletosan gyorsan lehet benne miatt dolgozni, és nagyon jól olvasható is. Sokkal egyszerűbb, ugye, meg sokkal hatékonyabban tud működni, mint mondjuk, hogyha tényleg HTML kódokkal szépen mindent megirogatunk. Aztán a másik nagyon hasznos dolga ennek a Graph-nak, hogy a dizájnt, amikor kialakítjuk, a felületet, ugye, hát az persze klasszikusan HTML, CSS, de ha kódokat akarunk belerakni, akkor nem PHP-t használhatunk, PHP-t is használtunk, de nem csak az van, hanem létezik egy úgynevezett twig. Ez egy... Úgy lehet talán megfogalmazni, a twig az azoknak, a PHP azoknak, akik alapvetően nem webfejlesztők, hanem frontend designerek, webdesignerek. Tehát nagyon-nagyon egyszerű, nagyon könnyű a szintaxisa, hiszen nem programozókra van lőve, hanem azokra, akik alapvetően dizájnnal foglalkoznak. Nem nagyon bonyolultabb, mint egy CSS-t megírni. Ugye itt most nekem van egy példakódom, amit nem nagyon láttok. Ennek az a lényege, hogy van egy olyan, hogy for image in Page Media Images, ez azt jelenti, hogy elindít egy ciklust a Page Media Images-ben, ez betölt egy image nevű változóba, utána fogom, kirakom a képet úgy, hogy image, van egy olyan parameter, hogy crop resize, ami ugye úgy méretezi át a képet, hogy ami kilógna, azt levágja, crop resize 200-200, és lezárom utána a ciklust end for-ral. Ennyi. Három sorom van, és ez mit csinál nekem? Megnézi, hogy az adott fájlhoz, ugye azért mondtam azt, hogy Page Media Images, az adott page-hez feltöltött képek mik, végigmegy rajtuk, és szépen kirakja őket sorban. Tehát, hogyha olyat akarok a weboldalamra, hogy a user feltölthet képeket, abból legenerálódik neki egy galéria, azt egy háromsoros kóddal tudom elérni. Nyilván effektíven nem háromsoros kóddal érem el, mert mellé rakom a CSS-eket, hogy szép, csinos legyen, meg mellé rakom a hivatkozásokat, meg amit kell, de akkor sem beszélünk sokkal-sokkal több sorról, és a kód nagy része már nem a futtatott kód, tehát nem a twig, hanem a CSS lesz, amivel meg kialakítom, hogy nagyon szép legyen. Ugye erről a twigről, ezt nem csak ezzel együtt használjuk, hanem nagyon sok mással együtt. A twig.sensiolabs.org weboldalon tudunk információkat szerezni. Ezt majd meg tudom mutatni, akit érdekel, illetve egy Google keresésre nagyon hamar ki fogja dobni. Itt a twigben a W van. Tehát TWIG, így lehet rákeresni. Aztán ugye miért nagyon jó az, hogy flat file system az egész? Hát azért, mert azon tud nagyon egyszerű vele dolgozni, nagyon egyszerű verzió követni. Tehát azt tudom csinálni, hogy mindenbe tudok rakni akár egy bármilyen verziókövetőbe, akár egy bazárba, akár egy gitbe, és akármilyen változtatást csinálok az oldalon, érintse az a HTML kódot, a CSS kódokat, érintse akár a effektív, a konkrét tartalmakat, amik kikerülnek, mindent gitben tudok nyomon követni. Ezért nagyon-nagyon hatékonyan lehet vele dolgozni, míg ugye, hogyha WordPress-szel dolgozok, ott úgy van, hogy persze a CSS-eimet tudom követni verziókövetővel. A tartalmaimat azt a WordPress adatbázisban tárolja, a WordPress felületén van egy ilyen verziózás, tehát vissza tudok lépni korábbi verziókra, de akkor már két helyen tároltam, és hogyha mondjuk, és akkor már ugye két helyről kell összenézegetni, és azért nem is nyújt olyan lehetőségeket a verzió összehasonlítása mondjuk egy WordPressnek, mint amit mondjuk akár egy gitben meg tudok csinálni. Ráadásul ugye sokszor van az, hogy a WordPressben, majd vissza fog térni miért, hákolni kell, tehát azt kell csinálnom, hogy én fogom és effektíve az oldalam szöveges tartalma helyére ilyen hosszú CSS-eket, hivatkozásokat írok, tehát HTML kódokat, amikben rengeteg CSS kódra hivatkozok, CSS sorra hivatkozok. És ugye, hogy miért van erre szükség? Hát azért, mert ugye a WordPressnél, aki már csinált ilyen oldalt, tudja, hogy alapvetően kétféle tartalomtípus létezik, valami vagy bejegyzés, vagy oldal. Ezeknek ki tudok alakítani egy-egy dizájnt, ki tudom alakítani, hogy hogyan nézzen ki egy bejegyzés tartalmam, ki tudom alakítani, hogy hogyan nézzen ki egy oldal tartalmam, de ennyi. A Graph az alapvetően úgy működik, hogy az, hogy milyen oldal típusaim vannak, azt a téma adja, és nincs megkötés rájuk.
Tehát nekem, ha azt akarom, mondjuk a fő oldalam máshogy nézzen ki, akkor arra csinálok egy oldaltartalmat. Ugye WordPressben azt szoktuk csinálni, hogyha nem a legfrissebb posztokat akarom a fő oldalon, csinálok egy oldalt, és beállítom azt, hogy az legyen az alapértelmezett fő oldalom a WordPressben. Mivel ugye általában a fő oldalt nem akarom ugyanolyanra, mint az összes többi aloldalt, ezért ez a bizonyos fő oldal, ez úgy fog kinézni, hogy ilyen hosszúságú HTML meg CSS kód, és hogyha a kedves ügyfél, akinek átadtam a weboldalt, azt mondja, hogy ó, tök jó, valamit ki kell rajta javítanom, akkor én azt mondom, hogy persze csak írva ott lesz valahol a 400 és az 500. sor között, amit át kell írnod. Mert ugye neki ki kell bányásznia belőle. Itt a Graphnál meg tudom azt csinálni, hogy sokkal csomó mindent megcsinálok ugye a témában, és akkor neki van egy kezdő oldal típusú oldaltartalma, és abban a szöveg akkor is sokkal jobban látható. És hogyha meg új témát akarok létrehozni, ugye WordPressben is létezik egy olyan dolog, hogy child téma, ami örökli a tulajdonságait máshonnan. Erre létezik egy leírás a wordpress.org-on, hogy hogyan lehet ilyet csinálni. Nem is annyira bonyolult, alapvetően copy-paste-elni kell fájlokat, illetve az egyik leírás az ugyan, hogy próbáld meg így, ha így nem működik, akkor próbáld meg úgy. Tehát ott egy nagyon jó alternatívákat kínálnak, nekem az egyik ott talán működni fog, de alapvetően működik, tök jól lehet így child témákat csinálni. Na most ugyanez úgy működik itt a Graphban, hogy van ennek egy terminálos felülete, amit a szerveren effektíve el tudok írni. Ott csinálok annyit, hogy beírom, hogy DevTools, New Theme, tehát új téma, és akkor felteszek pár kérdést, mi legyen a témám neve, milyen leírást szeretnék hozzáadni, ki vagyok én, tehát milyen nevet írom be szerzőnek, mi legyen a szerző e-mail címe, és hogy kiből szeretnék származtatni. Erre az öt kérdésre válaszolok, akkor, és akkor ő kidobja nekem, hogy tessék, itt van ez az elérési útvonal az új témádnak, innentől kezdve szerkesztheted, ami lehet egy önálló téma, vagy egy leszármaztatott téma. Tehát ezek ilyen iszonyatosan egyszerű dolgok. És akkor rögtön felismerül a kérdés, hogy hát mikor érdemes ugye ezt a bizonyos Graphot használni. Hát ugye a klasszikus az, hogy hát bármikor, amikor nincs szükség adatbázisra. És ugye ez nem is olyan egyszerű, mert mi az, amikor nincsen szükségem adatbázisra, és mi az, amikor szükségem van adatbázisra. Tehát ugye, amiben egy adatbázis nagyon-nagyon jó, az az, hogy ha nem tudom előre, sokféle tartalma van, és nem tudom előre, hogy a usernek milyen tartalom fog kelleni. Legklasszikusabb példa, webshop. Nem tudom, melyik terméket akarja megnézni, nem tudom, hogy milyen termékeket akar listázni, hogy név szerint akarja listázni, hogy egy termékkategóriát akar, hogy egy árkategóriát akar listázni. Ezt szöveges fájlokkal összehozni, és szöveges fájlokból összeolvasgatni, hát az nem lesz túl teljesítményhatékony, tehát akkor a Graph nem lesz annyira jó megoldás. No, de nem csak webshopok vannak, ha felmegyünk az internetre, ma már ugye mindenkinek kell legyen weboldala, hiszen attól az bizonyítja, hogy létezik. Tehát ha nincs egy cégnek weboldala, akkor az a cég nem létezik, nem, nincs hitelessége. Így gondolkodnak az emberek. Tehát én is, hogyha meg akarok nézni egy helyet, és nem tudok róla weboldalt, akkor azért elbizonytalanodok, hogy létezik, vagy csődbe mentek. Szóval mindenkinek kell. És a legtöbb cégnek egyébként ennél több nem kell, mint hogy van egy online jelenléte, hogy igen, itt vagyok, modern vagyok, szép vagyok, gyönyörű, responszív weboldalamban, van négy aloldalam, vagy akár csak egy oldalam, ami görög végig, ugye egy ilyen egy hosszú oldalam. Na, ilyenre tökéletes. Ott nincs szükség adatbázisra, mert azt a négyféle oldalt kell kiszolgálni valahogy. Ott egyébként a WordPress cache pluginek is azt fogják csinálni, hogy legenerálják az egész oldalt statikusan, és lényegében a WordPressünk is statikus oldalként fog működni, mert a cache plugin azt szolgálja ki. Na, ilyet ez is tud. Aztán a másik klasszikus példa a mobil appoknak a honlapja. Ugye most mindenki mobil appot fejleszt, úgy tűnik, tehát most már azért lassan ilyen 2 millió app van a Play Store-ban, rengetegen foglalkoznak ezzel. Ott megint csak azért kell egy weboldal, mert nagyon sok appnak nincs is, de akinek van, annak is nagyon röviden annyi van, hogy ez az appunk, innen tudod letölteni. Tök elég erre egy Graph, teljesen felesleges az egészet beletolni egy WordPress-be, de ugyanakkor, főleg, hogyha a mobil app az nem egy nagyon-nagyon geek cégtől jön, előfordulhat, hogy ugye a weboldalt a marketinges fogja szerkeszteni. A marketinges nem feltétlenül tud HTML-ül, CSS-ül, akkor neki jó, hogyha van egy gyönyörű felület erre. Aztán a nagyon jó példa a Graphra, hogy mikor jó, civil szervezetek, klasszikusan, ha csak nem a FSF.hu alapítványról beszélünk, nem műszaki emberekből állnak. Tehát mondhatjuk akár egy sportklubot, egy családi napközit, egy akármilyen civil szervezetet, egy irodalmi kört, egy kocsmakvízklubot, nem feltétlen olyan emberekből áll, akiknek oda lehetne adni egy statikus HTML-es oldalt, hogy akkor ezt szerkesszétek, de ugyanakkor WordPress hulla felesleges arra, amit ők csinálnak. Akkor ez egy tök jó középút. És végül az klasszikus személyes blog, mikor valaki akár szakmai témában, akár személyes témában ír blogposztokat. Ugye sorban lesznek a tartalmak,
lesz néhány száz blogpost évek alatt. Arra nagyon valószínűséggel az ebben nem fogják mindenféle szűrés szerint lekeresni a, folyamatosan a különböző posztjait. Teljesen felesleges mögé rakni egy adatbázist, mikor sokkal jobb, hogyha ezek ott vannak egy szövegfájlban, már csak azért is, mert hogyha ezek neki megvannak szövegfájlban, és valamikor annyira sikeres lesz a blogja, hogy kiadja könyvként, akkor milyen egyszerű szövegfájlokban vannak meg eleve, amik ráadásul ugye Markdown-nal vannak írva. Markdownból nagyon könnyen tudok csinálni formázott szöveget. Tehát ez is iszonyatosan kényelmes. Ott vannak statik fájlokban minden. És ugye hát amikor meg nem érdemes választani, az meg minden ilyen ellenkezéset. Ugye már említettem a webshopot, arra nem lesz jó. Nem lenne jó egy fórumra sem, ahol sok száz téma pörög egyszerre, az emberek leszűrik a felhasználó szerint, csinálnak felhasználó szerinti leszűrést, csinálnak téma szerinti leszűrést, csinálnak címke szerinti leszűrést. Ott nyilván nem lesz jó megoldás a Graph. Egyébként erre is van a Graph-nak megoldása, ők ezt úgy oldják meg, hogy behívnak egy third party szolgáltatót, például mint a Discuss. Tehát ugye, aki Magyarországon is nézeget weboldalt, vagy nagyon sok weboldalt nézegetjük, akkor majdnem mindent a kommentek, ugye külön vannak választva, egy Discuss nevű motor kezeli őket. Ennek részben technikai okai vannak, tehát ugye a weboldalak nem akarnak maguk a kommentek kezelésével foglalkozni. Részben jogi okai is vannak, tehát úgy gondolják sokan, hogy ha ezt kirakják egy amerikai céghez a kommentjeiket, akkor adott esetben egy magyar bíróságnak nehezebb dolga van megállapítani azt, hogy kikövette el a jogsértést. Tehát ugye ilyen, van egy ilyen praktikus jogi oka is annak, hogy miért szokták kirakni. Na most Graph-val is ki tudom rakni a kommenteket ugyanígy egy külső motorba, akár a fórumomat is ki tudom rakni egy külső motorba, akkor megint nem számít, hogy nincs adatbázis, és megint tök jó lesz a Graph. A hírszerzési okból is nagyon jó. Hát figyelj, nincs itt nagyon hírszerezni ezen, tehát a kommentjeidet azokat publikus felületre írod. Meg egy fórum beszózás alatt azok eleve publikus felületen vannak. Csak nem mindegy, hogy össze kell lapátolni, vagy eleve beküldik hozzá. Hát igen, de mondom mivel, hogy alapvetően, tehát hogyha valaki egy olyan fórumot csinál, akinek, aminél aggódni kell esetleg a titkosszolgálati beavatkozás miatt, azt nem bonyolultabb egy helyi szerveren futott valamiről összeindexelni, hogy ki mit kért, sőt szerintem egyszerűbb lenne egy magyar szerverről lehúzni egyszerűen, mint egy Discuss rendszerből kinyerni az adatokat. Ráadásul ugye erre van egy nagyon-nagyon klasszikus XKCD képregény erre a bizonyos külső hozzáférésre, hogy fú, de jó, kitaláltam a tökéletes titkosítást, az NSA-nak 1 millió évébe fog telni feltörni a kódot. És akkor mi a megoldás? Az NSA részéről, hogy hoznak egy 5 dolláros csavarkulcsot, és addig ütik vele a fejem, amíg el nem árulom a kódot. Tehát, hogy ugye ez így működik, hogy ha hozzá akarod finni adatokhoz, akkor hozzáférnek sajnos egy 5 dolláros csavarkulcsal. Ugye, amit most meg akartam mutatni, nem tudom sajnos, van egy nagyon szép adminisztrációs felület ennek a Graph-nak, nagyon modern, nagyon flat design, nagyon könnyen szerkeszthető. Ez megint azért jó, mert hogyha olyannak kell kiadnom a weboldalt, aki nem tud HTML-ül, akkor nem csak, hogy van egy felületem, de szép, és tud magyarul. Egyébként tud magyarul az admin felület. Ha pedig valakinek ez alapján felkeltette az érdeklődését, akkor létezik egy olyan oldal, hogy getgraph.org, ez szimpla vével, getgraph.org, onnan le lehet tölteni, meg lehet nézni a skeletonokat, nagyon-nagyon szépek, hogy hogyan néz ki az egész. Most ezt mutogatnám, de most nem fogom, és alapvetően ennyit szerettem volna erről a témáról elmondani. Nem tudom, milyen kérdés merült még fel a... Igen? Igen. Igen, el lehet távolítani. A legegyszerűbb az, hogy mint mondtam, van ennek egy olyan felülete, ahol konzolparancsokkal tudod kezelni. Ugye, mert nyilván admin felületről lesz egy admin felület, az nem tudom, hogy működik, de van ennek egy parancsa, azzal el tudod távolítani. Illetve ugye azt is tudod csinálni, hogy a másik helyre csak egyszerűen felraksz egy alapgravot, amiben már nincs is benne, csak a core gravot, és fogod és hozzámásod azokat a fájlokat, amik neked kellenek. Tehát ugye amikor a tartalom, mert ugye a design, meg a tartalom, az egy user szintű file mappában van, egy mappában. Tehát tudod azt, hogy fogod, felraksz egy szerverre egy gravot, nem a tiédet rakod fel, amit lokálisan csináltál, és utána hozzámásolod szépen azt, ami a design tartalmaz, a témát tartalmaz, a tartalmat. Ja, érted, tehát hogyha az admin mod, tehát hogyha használsz egy modulokat, csak pont admin nem, akkor ez nem működik, értem, szóval akkor az működik, hogy felrakod a modulokat, amik kellenek, és az admin modult meg leszeded.
Vagy azt is lehet, hogy a szerver oldalon rakott fel majd utána modulokat, viszont az megint praktikusan SSH hozzáférés kell, mert ennek ugye van egy ilyen konzolból vezérelhető parancsola. Mind a kettő működik. Én egyébként azt javasolnám, hogy igen, az a legegyszerűbb, hogy vagy nem is használsz egyáltalán admin plugin-t, mert nem feltétlenül szükséges egyébként. Ugye fejlesztő oldalról le van dokumentálva, hogy mit hogyan lehet admin plugin nélkül megcsinálni. Vagy felrakod, és leszed az admin plugin. Vagy feltöltöd, és leszed az admin plugin-t, és úgy töltöd föl. De az annyira volt érthető. De nem is kell admin plugin ahhoz, hogy megcsináld a weboldaladat. Nagyon sok mindent úgy is kóddal fogsz írni. Igen? Voltam már régi migrálásra, egy félnél találkoztál, mert olyan, ahogy elindult egy programmal, boldog volt, happy volt, és utána jött egy olyan ötlet, hogy most ehhez a kampányhoz kéne csinálni egy ilyen villabeküldős kódfertőzés valamit. Nem, de ez azért van, mert még ügyfél számára éles weboldalon nem használtam Gravot. Tehát én ezt alapvetően tesztel is szintén használtam, belsőleg használtam, de ezt még nem adtuk ki. Ez jó kérdés, ezt még nem próbáltam, hogy hogyan lehet megoldani. Elképzelhető, hogy mondjuk van olyan WordPress plugin, ami át tudja hozni. Ugye a tartalmak szövegfájlban vannak, Markdownban írva. Ezek Markdown kezel a WordPress is. Tehát elméletek úgy is át tudod vinni. Elképzelhetőnek tartom, hogy létezik WordPress plugin, ami át tudja automatikusan húzni. De nem próbáltam még ezt. Igen? Igen. Nem okozhat ez problémát, tehát nem csinál ő valamilyen olyan rendszer beállításokat egyik rendszerhez képest, ami a másikon működik? Nem, ez mindent saját fájlokban tárol el. Gyakorlatilag egy PHP kell neki, minimum 5.5.9, PHP 7-tel gyorsabb. Tehát, hogyha van a szerverdel neked egy PHP 7, és fenn vannak azok a PHP modulok, amikre szükség van, ez megint a telepítés után le van dokumentálva, hogy pontosan miket milyen modulokra van szükség, de fenn vannak neked a PHP 7 és azok a modulok, fenn van neked egy webszerver, akkor feltöltöd a fájlokat, bekonfigurod a webszervert, és kész. A webszerver bekonfigurálása általában egyébként nem is szükséges, tehát, hogyha egy hosting cégnél veszel tárhelyet, tudod, van ezek a 10.000 forint egy évre tárhelyek. Ebben a kategóriában valószínűleg csak annyi felmásolod a általuk kínált webes felületen a fájlokat, és működni fog. Ha nem, akkor meg nyilván ott a helyi supporttal megbeszéled, hogy miért nem működik náluk. Alapvetően nem. Tehát ugye, amikor konfigurod a szervert, akkor meg kell adni, hogy hol érje el a PHP futtató környezetet, meg ilyeneket, de nem, nincs olyan, hogy valami mondjuk 5.6-on működik, más meg 7-en, és ha 5.6-on csináltad, akkor 7-esen nem fog működni. Alapvetően ennek működnie kell oda-vissza. Tehát egy 7.0 van nálad helyileg, a szerver meg 5.6, az elméletileg nem kell problémát okozzon. Ilyen szintű gondok nem kellene legyenek. Ennyire nem függ, eléggé kompakt, azért pont ezért, mert így lett kitalálva. Hogy ez egy ilyen önmagát tartalmaz az egész. Tehát, hogyha a szerver oldali beállítások rendben vannak, eléri a PHP futtató környezetet, akkor nagy baj nem lehet. Aztán lejárt az időnk. Megkaptam kérésként, hogy a látogatók, vagy a kiállítókat nézzétek meg, mert nagyon-nagyon szomorkodnak és magányosak. Ha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor még szívesen állok a rendelkezésére. Thank you.